Amerikai, francia, cseh és dél-koreai autómárkák is sorakoznak ebben a nyíregyházi használt autókereskedésben. De a használt autók közötti egyik legnépszerűbb német márka is képviselteti magát. A vezes.hu 2020-as használt autó toplistáját ezek uralják. A legnépszerűbb 10 autóból 7 német márkájú. 10-15 éve a német automárkák vezetik a használt autók eladási statisztikáját. Ennek a legfőbb oka az, hogy Ausztria, Németországból jön be a legtöbb kocsi, és ott ezek a kocsik a legnépszerűbbek. Nyilván, hogy Németország az unió legnagyobb piaca, és ott döntő részben a legnagyobb eladási statisztikákat a saját márkáik produkálják, és ebből kifolyólag a import, azonnal származó importból is döntően ezek az automárkák dominálnak. Országosan a 2020-ban importált autók közel 50%-a érkezett kifejezetten Németországból, 15%-a Ausztriából, a többi az unió más országaiból. Tavaly jelentősen csökkent a külföldi autók importja. A 2019-es 155 ezres darabszám 130 ezerre csökkent. Ennek egyik oka a márciusi koronavírus járvány volt, de az is nehezítette az üzletet, hogy január elején még 330 forint volt az euró árfolyam, ami április elején 360 forintra ugrott. A koronavírus nem csak az autók behozatalát nehezítette meg, a vásárlói kedv is alább hagyott. A legújabb statisztikák szerint az új autók eladási statisztikáját jelentősen rontotta, de a használt autó úgymond válságállóbb. Leszámítva a március-áprilisi, május közepéig tartandó időszakot, azután visszaállt az eredeti darabszám. Tehát egy viszonylag jó évet, a lehetőségekhez képest egy viszonylag jó évet produkáltak a használt autó kereskedők. Hogy a tendencia folytatódik-e 2021-ben, az még bizonytalan. A vásárlók továbbra is a kisebb értékű 1-1,5 milliós autókat részesítik előnyben. A japán márkák számítanak jelenleg a legdrágább kategóriának, legyen szó használt vagy új autóról. Ezt követik a német autók, míg ha valaki ettől is olcsóban szeretne gépjárművet vásárolni, akkor a francia márkák közül választhat.